Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét be kellett adniuk az amatőr licenckérelmet azoknak a csapatoknak, amelyek a megyei első osztályban, illetve az NB3-ban akarnak indulni a következő bajnoki évadban. A megyei első osztályban szereplő 16 együttesből az Éllovas Tarpa és a Sereghajtó Fehérgyarmat kivételével valamennyiben nyújtotta a kérelmet, a másodosztályból a Kálósemjén, a Kótaj, a Spari 2, a Nyírbátor és a Gergely Ugorja szeretne majd egy osztályjal feljebb szerepelni. A megyei első osztályú amatőr licenszre 19 együttes adta be a kérelmét, és igazából a 19-ből 17 már teljesen rendben van. Kettő esetben, kettő egyesületnél van egy-egy apró dokumentumhíja még, amit be kell nyújtaniuk, de ezt vasárnap éjfélig megtehetik. Én biztos vagyok benne, hogy meg is fogják tenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek nem lesz akadálya, és így a következő szezonban, a 21-22-es szezonban is tudunk 16 csapattal a megyei első osztályban indulni. Fontos megemlíteni, hogy a megyei első osztályú bajnokságot vezető Tarpa, az NB3-ba adta be a licenszet. Nagyon bízunk benne, hogy amennyiben megnyeri majd a Tarpa a bajnokságot, akkor természetesen az osztályozót is sikerrel veszi, és nagyon-nagyon szurkolunk, és bízunk abban, hogy a következő évben egy csapattal több, egy szabolcsi csapattal több lesz majd az NB3-as bajnokságban is. Az elmúlt évben a koronavírus járvány miatt félbeszakították a szezont, és nem is hirdettek végeredményt. Mint a megyei igazgató elmondta, idén biztosan lesznek kiesők és feljutók a megyei bajnokságokban. Ezt már egészen biztosan kijelenthetem, hogy végeredmény lesz ebben a szezonban. Szinte 100%, hogy le is mennek majd a fordulók, és a 30 fordulót lejátszuk, nagyon bízok benne. De ha esetleg mégse, már játszottunk annyi fordulót, hogy nem részeredmények, hanem végeredménnyel tudunk zárulni. Ez pedig azt jelenti, hogy lesznek feljutók és lesznek kiesők, és ez szintén azt jelenti, hogy a versenykiírásba foglaltatnak megfelelően. Az ősztől már 3x14 csapat lesz majd a megyei másodosztályban, ami azt jelenti, hogy ugye ebben a szezonban a 16-15-14. Helyezettek kiesnek, valamint a leggyengébb 13. is a másodosztályból. A következő szezonban is kötelező lesz az utánpótlás csapatok szerepeltetése. A megyei első osztályban az U19-es együttes mellett egy U16-os vagy egy U13-as csapatot kell indítani az egyesületnek, valamint a kisebbeknek kötelező lesz a részvétel a bozsik tornákon. A megyei másodosztályban egy U19-es csapat szerepeltetését teszi kötelezővé a versenykiírás.